Információs napot szervezett a Primum Alapítvány és a Széchenyi Programiroda. Az alapítvány 1992-től foglalkozik mikrohitelezéssel. Ez idő alatt több mint 4500 vállalkozónak nyújtottak mintegy 1,5 milliárd forintnyi támogatást. Jelenleg 3 konstrukció áll a vállalkozások rendelkezésére. Maximum 2x10 millió forintot igényelhetnek, legfeljebb 10 éves futamidővel. A kamat az egyik hitel esetében fix 3,9, a másiknál pedig 4,9%-os. A banki kölcsönökkel szemben azért előnyös, mert gyorsabban hozzájuthatnak az igénylők, és a kamaton kívül nincs más rejtett költsége a mikrohitelnek. Többségében kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások igénylik tőlünk a hiteleket forgóeszköz vásárlására, illetve szolgáltatást nyújtó építőipari vállalkozások, és még jelentős az ingatlan vásárlásra fordított hitelösszeg, illetve eszközöket, gépeket, berendezéseket vásárolnak jellemzően a vállalkozók. Eddig az évig csökkenő tendenciát mutatott a mikrohitelt igénylők száma. Hargitainé Tolnai Andrea szerint ennek az lehet az oka, hogy a piacon megjelentek a 0%-os hitelek, illetve a vállalkozók a visszanemtérítendő támogatásokat várták. Idén viszont már kezd emelkedni a mikrohitelt felvevők száma. A Primum Alapítvány nemzetközi és projektpartner keresésben is segít, illetve tájékoztatást ad arról is, hogyan juthatnak a vállalkozók hazai és nemzetközi forrásokhoz. Az Enterprise Europe Network irodahálózat 67 országban van jelen, Európán kívül Ausztrália kivételével minden országban megtalálhatók térítésmentes szolgáltatásaink. A vállalkozás fejlesztési támogatásunk elsődleges célja a vállalkozók külpiacon való megjelenésének támogatása, ebben üzleti partner közvetítéssel, projektpartner közvetítéssel segítünk, továbbá szakmai kiállításokon, illetve nemzetközi üzletember találkozón is támogatjuk a vállalkozások részvételét, minden szolgáltatásunk természetesen térítésmentes. A Primum Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozás élénkítő alapítvány és a Széchenyi Programiroda pályázati tájékoztatóján a vállalkozások részletesebben is megismerhették a nyíregyházi iroda működését.